Kedves nézőink, kedves hallgatóink, tisztelettel és szeretettel üdvözöljük Önöket Moholról, a Szent György plébánia templomból, ahol pár perc múlva felhangzik a 12 az óra című ének, és kezdetét veszi az éjféli mise. Helyszíni közvetítésünket egyidejűleg az Újvidéki Rádió hallgatói is követhetik. Ezzel kívánunk szép, felemelő karácsonyi ajándékot nyújtani azoknak a kedves nézőinknek, hallgatóinknak, akik ezen a szentestén bármilyen okból nem tudnak elmenni a templomba, illetve akiknek a lakóhelyén nincs is éjféli mise. A település és a templom történetéről röviden annyit, hogy 1803-tól kezdődött a magyarok erőteljesebb, tömegesebb betelepülése Moholra. Kosztolányi Lajos akkor még mint adai káplán gondozta Moholt, és még ebben az évben elérte, hogy a meglévő 50 magyar ház mellett a szerb elöljáróság további 18-nak házhelyet adjon. Ekkor ugyancsak Kosztolányi Lajos engedélyt kért a kalocsai érseki szentszéktől Moholon a temető és a kereszt megáldására. A szentszék szeptember 14-i ülésén foglalkozott az üggyel, és a kért engedélyt az adai ügykezelőnek megadta. A végleges elbírálást Csábi Mihály kanonok tiszai főesperesre bízták, aki ekkor látogató-vizitáló körútra indult. Nem sokkal később a szentszék ismét moholi ügyet tárgyalt, mégpedig a lakosok latin nyelvű kérvényét, melyben engedélyt kértek templom és iskola építésére. Petkovics Ferenc kerületi mérnök és tanácsos által kiállított összeírás szerint pontosan 46 magyar ház állt már ekkor 59 családdal és 274 személlyel. 1805. októberéig nem volt helyben lakó lelkész Moholon. Ekkor a katolikus közösség képviseletében 5 magyar személy aláírásával megkötötték az első szerződést a jövendő lelkész javára. Így lett Dávidek István az első helyben lakó lelkész. 1805. decemberétől kezdték el vezetni a moholi anyakönyveket, de 1849-ben elpusztult a moholi plébánia levéltára. A templom Szent György tiszteletére 1805-ben épült. A kalocsai érseki szentszék Kosztolányi Lajos adai lelkész kérelmére Kovács János kerületi esperes kanizsai plébánosnak adott felhatalmazást a moholi templom, ennek egyházi ruhái, 2 moholi és 2 adai keresztnek a megáldására. Az első plébános utóda 1810-ben Róka András, aki ekkor már 37 éves volt és Szombathelyről származott. Az 1823-as évi okmányon már Csicsáki András volt a plébános, akit aztán 1840 körül Gerzsány Márton követett. A templomot 1905-ben a helyi katolikus közösség újra bővítette, úgyhogy jelenlegi méretei 55 méter hosszú, több mint 14 méter széles, 20 méter magas, a torony magassága 55 méter. Az 1970-es évekig a toronyban úgynevezett toronyőrök voltak elhelyezve, kiknek az volt a feladata, hogy innen figyeljék a falut, és ha tüzet vagy valamilyen veszélyt észlelnek, a harang félreverésével, kongatásával figyelmeztessék az önkéntes tűzoltókat és a lakosságot. A Szent György lovagot ábrázoló főoltárképet von Josef Kessler festette Bécsben 1882-ben. A templom kórusán a jelenleg is használatban levő 2 manuálos és 17 regiszteres templomi orgonát Angster József és fia készítették 1913-ban. Az egyházközség jelenleg 3000 lelket számlál, hittanosainak száma 250. Az idei évben 11 esküvő volt, 32 keresztelő és 78 temetés. A templomban járó hívek száma vasárnaponként általában 400 körül mozog. A templom énekkara Szent Cecília. A jelenlegi plébános a Péter Révei származású Mester Dániel. 2008. június 28-án szentelték diakónussá, majd rá egy évre 2009. június 28-án szentelték pappá a Szabadkai Szent Teréz Székesegyházban. Egy évet volt káplán a Szabadkai Székesegyházban, majd 2 évet volt Adán a Szent Háromság templomban, és innen került 2012. augusztus 1-én Moholra. A mostani éjféli misét is ő mutatja be. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, nyílt szívvel és befogadó lélekkel legyünk részesei a most kezdődő éjféli misének.
Pastor Hermes.
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amérünk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a szellemeddel. A Szent Mise elején nagy-nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik az Újvidéki Televízió és rádió hullámain keresztül kapcsolódnak be ebbe az éjféli szentmisébe. Kiemelten köszöntöm azokat a testvéreket, akik betegek, ágyhoz kötöttek, és csak így tudnak bekapcsolódni és együtt ünnepelni velünk. Isten bőséges áldása és kegyelme töltse el mindannyiuk szívét és lelkét. Szeretett testvérek, karácsony éjszakája van. Az Úr Jézus Krisztus most csecsemőként közeledik felénk. Tehetetlenül, kiszolgáltatottan és szegényesen így jelzi, amit később hangosan hirdetett. Nem hatalom, pénz és dicsőség teszi boldoggá az embert, hanem az Isten által hozott testvéri egyetértés, béke és szeretet. Ezért karácsonyi örömünk akkor lehet teljes és tartós, ha megengedjük, hogy a betlehemi csillag üdvözítő fénye beragyogja a mi szívünket, hogy beragyoghassa, szeretett testvérek, szentmisénk elején vizsgáljuk meg a mi lelki ismeretünket. Gyónom a mindenható Istennek és rettek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istennek.
Könyörögjél! Istenünk, Te az igaz világosság felragyogásával tetted fényessé ezt a legszentebb éjszakát. Kérünk, hogy aki fiad megtestesülésének tündöklő titkát megismertük a földön, az ő örömeit is elnyerjük a mennyben, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy újjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetörted, mint Midian idejében. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így fogják hívni. Csodálatos tanácsadó, erős Isten, örök atya, béke fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a seregek urának féltő szeretete. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Ma született a megváltónk, az Úr Jézus Krisztus. Ma született a megváltónk, az Úr Jézus Krisztus. Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak énekelje. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek üdvösségét. Ma született a megváltónk, az Úr Jézus Krisztus. Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, és csodatetteit minden népnek. Örvendjen az ég, a föld újjongjon, zúgjon a tenger, és ami betölti. Minden, ami rajta van. Újjongjon az erdő minden fája, az Úr színe előtt, mert eljön. Ma született a megváltó, az Úr Jézus Krisztus. Jön, hogy ítélje a földet, igazságosan ítéli meg a föld kerekséget, és a népeket hűsége szerint. Ma született a megváltó, az Úr Jézus Krisztus. Szent Lecke Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből. Testvéreim,
Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk, reményünk boldog beteljesedését nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jó tettekben buzgolkodó, választott népévé tegyen. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja. Üdvözítő született ma nékünk, a Messiás, a mi Úrunk. Alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenem! Azokban a napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermekét várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta egyszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt. Nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket, nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk, ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz nektek a jel, kisderet találtok pólyába takarva, és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül, Isten dicsőítve ezt zengték, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban szeretett testvérek, ünneplésünk középpontjában egy szegényes jászol áll. Benne kisderét látunk. Emberi értelmünk azt mondja, ez a kisded József és Mária fia. Nagyon esendő, nagyon emberi az, amit látunk. Megjelent e jászol előtt az egyszerű pásztor,
kopott ruhában, szemében tisztelet, és ajkukon a kérdés, gyermek, miért jöttél? Szeretett testvérek, eljöttünk ma mi is ide, hogy hódoljunk e jászol előtt, de mi már nem kérdezzük, hogy miért jöttél, mert mi már tudjuk, hogy értünk, és miattunk jöttél. Ha hittel hallgatjuk, kegyelmet közvetít, ami számunkra, s valami képpen jelenvalóvá válik mindaz, amiről az evangéliumban olvasunk. Ez karácsony misztériuma. Az atyafia megszületett. Összeölelkezik az ég és a föld, az angyalok és az emberek. Valóban nincs fontosabb esemény a világ történelmében ennél az éjszakánál. Ez a szegénység, mely kifejezhetetlen gazdagságot rejt, nagyon is méltó ahhoz a módhoz, ahogyan Isten fia eljött közénk erre a földre, elrejtve, kitaszítottan egy kis település barlangjában, megszületve. Ezzel a betlehemi szegénységgel fejezte ki irántunk tudatos és tapintatos, valamint gyöngéd szeretetét. Szeretett testvérek, ez a rejtettség volt a legjárhatóbb út a bűn által megsemmisült emberi szív mélységéhez. Az emberi szív, mihelyt megérzi Isten fiának szeretetét, azonnal megnyílik, és hirdetni akarja ezt a nagy-nagy titkot és misztériumot. Ime az Isten fia megszületésekor összeölelkezik az ég és a föld, az angyalok és az emberek és a világ. Mélységes néphit oly gazdag, mint a betlehemi pásztorok hite. Itt a díszletek nem takarták el szemünk elől a lényeget. Karácsony éjszakája, szeretett testvérek, nem csak hangulat, hanem valóság, mélységes valóság. Jézus születése most is meghatározza a mi saját életünket és a mi saját jövőnket. Az Úr Jézus már a jászolban is tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világias vágyakkal. Ez a gyermek, akinek arcát mi látjuk, Isten megtestesült szeretete. Ez a gyermek szabadon vállalta a nyomorúságot értünk, hogy életét szeretetből odaadja értünk, és összegyűjtse Isten szétszóródott népét. Összegyűjtse és kibékítse őt a saját Istenével. Ez a gyermek a saját életét ajándékozza nekünk, hogy felnőttként is megőrizzük, vagy újra megtaláljuk a mi saját Isten gyermekségünket és a képességünket, hogy vágyjunk a végtelenre, vágyjunk az Isten szeretetére. Pedig itt a földön is, szeretett testvérek, úgy kell élnünk, hogy az égnek éljünk. Karácsony éjszakájának szentsége, Isten hívása
mindannyiunkat jobban megragad, mint egyébkor. Most kellene, szeretett testvérek, nekünk is szakítani a bűnnel, mindenfajta megalkuvással, és a szentség útjára lépni. Most, amikor látjuk, hogy az Isten szentségével és szeretetével szemben az istentelen és bűnös világ milyen erőtlen, unalmas és visszataszító. Most, szeretett testvérek, ezen az éjszakán, amikor Isten fia a földre száll, emberi alakot ölt, és a világra születik, újult erővel, újult neki feszüléssel, ismét el kell indulnunk Isten útját járva, a mennyeiekre törekedni, hogy ezek a mennyeiek az égbe röpítsenek minket. Szeretett testvérek, karácsony ünnepe, és karácsony nem idillikus hangulat csupán, hanem valójában családi ünnep. De talán annál is több, szentségi találkozás. Szentségi találkozás az Isten fiával, a mi megváltónkkal, a mi üdvözítőnkkel. Amen. Most álljunk föl és valljuk meg a mi hitünket. Hiszek az egy Istenben. Mindenható Atyában, mennek és földnek, mindenláthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől, születetlenek teremtmény, az Atyával egyénekű, és minden által lett, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, mert megszentelt a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától, és emberekért. Testvéreim, ezen a szent éjszakán földre szállt az Isten, örvendező szívvel térdeljünk jászola elé, és kérjük. Add, Urunk, hogy betlehemi csillagod fénysugara világítson be minden ember szívébe. Védj magadnak szállást otthonainkban, és őrizd meg egységben családjainkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a szegények és elhagyottak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Költözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd,
hogy a bűn elszakítson tőled. Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el békéddel minden ember szívét, hogy megértés uralkodjék a világon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te az Atya akaratából emberré lettél, és közöttünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait és bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten szín előtt. Kérünk Istenünk, fogadj kegyesse mai ünnepi áldozatunkat, hogy az itt megvalósuló titokzatos csere által eljussunk üdvözítő dicsőségére, akiben emberségünk már egyesült az Istenséggel, aki és uralkodik mindörökkön örökké. Az
az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ige megtestesülésének titka által, a te dicsőséged új fénye ragyogott föl nékünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Isten, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zehengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adomány, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, amirünk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.
Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát, az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, János püspökünkkel, és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mind azokról, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyesével, Szent apostolaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttél. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki esz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség mindenkor.
az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjék, hanem csak egy szólalmat, és elhívja az életet. Nem létesen a te szent tested, őrizz meg engem az örök életre. Thank you.
Miközben a hívők az áldozás szentségében részesülne főpapjaink karácsonyi üzeneteiből. Dr. Pénzes János szabadkai megyés püspök üzenetében ez áll: karácsony ünnepe nem csupán az emberek ünnepe. Karácsony az egész világ teremtményének, az összes élőlénynek és az egész földnek ünnepe. Bár ma ne szennyezzük környezetünket, óvakodjunk a csúnya beszédtől, elégedjünk meg a tökéletlenebb fenyőfával, a nem elég gazdag ünnepi ebéddel, hálásan étkezzünk és élvezzük mindazt, amivel Isten megajándékozott. Béke és szelídség, szeretetteljes közösség, vágy és akarat uralkodjék szívünkben minden teremtett egybekapcsolására Istennel, és ez mutatkozzék is meg cselekedeteinkben. Dr. Németh László nagybecskereki megyés püspök ezt írja: a karácsony a szeretet, a családok ünnepe, hirdetik a médiumok. Az októberben tartott püspöki szinódus még jobban kiemelte, hogy a család férfi és nő közössége és a közös szeretetből fakadó gyermekek elfogadása, ha a Jóisten utódokkal áldja meg a házastársi közösséget, akkor a társadalom és az egyház alapköve. Ebből kifolyólag egyházunk is egy nagy család, ahol szeretettel viseltetünk egymás iránt, ahol mindenkire szerető szívvel várunk, mint ahogyan a szüleink és nagyszüleink is szeretettel fogadnak bennünket, akármikor és akárhogyan megyünk hozzájuk. Egyházközségeink legyenek nyitottak, különösen azok számára, akik a családi életben nehézségekbe ütköznek, családi erőszaknak vannak kitéve, vagy egy sikertelen kapcsolat után egy új életközösségben találtak biztonságot. Stanislav Hocsevár, belgrádi katolikus érsek hangsúlyozta: mindenki egy bárkában van, és csak úgy lehet túlélni az élettel járó nehézségeket, ha gondot viselnek az emberek egymásról. Kifejtette: senki se vállaljon magára olyan felelősséget vagy hatalomgyakorlást, ha azt nem szeretetből végzi.
Urunk Istenünk, örvendezve ünnepeljük ma megváltunk születését, kérünk a kegyelmedet, hogy hozzá méltó életünkkel, dicsőségében is részesüljünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Szeretett testvérek, most a szentmise végén, az ünnepélyes áldás előtt, itt a templomban lévőknek, családjaitoknak, valamint a tévénézőknek és rádió hallgatóknak főpásztorunk, dr. Pénzes János püspök atya, és jó magam nevében is hadd kívánjak a betlehemi Jézus áldásával és békéjével áldott, békés és nagyon boldog karácsonyt. És a szentmise végén szeretném megköszönni az Újvidéki Rádió és Televízió munkatársainak, hogy itt voltak velünk, hogy az ő munkájuk által és szorgalmuk által ezt az éjféli szentmisét nézhették és hallgathatták azok az emberek, akik mindenképpen rászorultak arra, hogy ha betegen, vagy éppen ágyba fekvőként otthon vannak, akkor így módon be tudtak kapcsolódni ebbe a szentmisébe. Köszönet érte, és hála nekik! Az Úr legyen veletek! A végtelenül jóságos Isten, aki fiának megtestesülésével elűzte a sötétséget a világból, és dicsősége születésével beragyogta ezt az éjszakát, üzze távol tőletek a bűn sötétségét, s ragyogja be szíveteket az erények világosságával. Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse üdvözítőnk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé. Ő, aki fiának megtestesülése által kibékítette egymással a mennyet és a földet, áraszton el benneteket a békesség és a jó akarat ajándékával, és fogadjon be mennyei egyházának tagjai sorába. És áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért, járjatok békével. Istennek legyen hála.
Kedves nézőink, kedves hallgatóink, helyszíni közvetítést adtunk a moholi Szent György plébánia templomból. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és áldott, békés, meghitt karácsonyt kívánok!